Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezek. Ebben a videóban most kivételesen nem egy, hanem négy darab filmet fogok bemutatni. Hát akkor vágjunk is bele. Az első az a Rémálom az Elm utcában 3. A 4. Az 5. És a 6. Hát nekem csak ez a négy része van meg, mert ezek le voltak akciózva 300 forintra, és én gyorsan lecsaptam rájuk. Az első részt azt majd Blu-ray-ben akarom megvenni, de azt se nagyon találom sehol. A második rész az annyira nekem nem tetszett, és még a hetedik rész hiányzik. Akkor nézzük őket meg egyesével. Hát ez a harmadik rész, ez nekem még tetszett. És azon ráírva, hogy ez egy digitálisan felújított változat a negyedikre is, viszont az 5-6-ra már nincs ráírva. Hát nem tudom. Ilyen a hátulja. Hát angolból van rajta, csak 5.1, magyarból nincs, de ilyen régi filmekre nem is nagyon szoktak 5.1-et tenni. Másfél órás és vágatlan. És 18-as besorolást kapott. És bemutatom a belsejét is. Kicsit csúszik. Na. Ilyen a lemez, és amúgy mindegyiknek ugyanilyen, tehát megmutatom még a negyediket. Mint látjátok. Annyi a különbség csak, hogy ugye a címe. Amúgy a stílusa az ugyanaz. A negyedik rész az már annyira nem tetszett, de még azt is meg lehet nézni egyszer-kétszer. Az ötödiket is, a hatodik az már nekem tényleg nem tetszett annyira. A negyediknek ilyen a hátulja. Ez is szintén ugyanolyan. Magyar, másfél órás. Itt sincs 5.1. Tehát mindegyik ugyanilyen. Ez az ötödik rész. Ez ilyen hátulról. És a hatodik rész. És hogyha ennek meg lenne az összes része, akkor ki lehetne úgy tenni őket a polcra, hogyha egymás mellé tesszük, akkor itt a gerincén kijön Freddynek az arca. De mivel nekem csak négy rész van meg, ezért ez még elég hiányos. Na hát akkor, majd még akkor beszerzem a többi részt is megpróbálom, és majd azokat is be fogom mutatni. Na hát most ennyit szerettem volna, majd még jelentkezem. Sziasztok!